Jó estét kívánok! Elnézést kérünk, egy picit megkéstünk, technikai problémák voltak, de eljutottuk az 5. szemeszter utolsó előadásához. Mindenkit szeretettel köszöntök a számítógép képernyői előtt, és különösen köszöntöm Szocska Miklós professzor urat, aki megtisztelt bennünket ezen az utolsó előadáson, és megtartja azt. Mielőtt átadnám neki a szót, engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam Szocska Miklós professzor urat. 89-ben végzett, barátságunk, ismerettségünk szinte azóta töretlen. Szocska Miklós doktor akkor rendkívül aktív volt a egyetem rendszerváltás körüli nagy turbulenciában, segített abban, hogy kialakuljon egy nagyon modern és demokratikus egyetemi szerkezet. Ő maga az egészségügyi menedzserképzés irányába orientálódott, tanulmányutakon volt Hollandiában, Japánban, Angliában, és hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban, Harvardon, ahol MSC minősítést is szerzett, diplomát. Meghatározó szerepe volt a Semmelweis Egyetemen az egészségügyi menedzserképzés megszervezésének, a tematikáknak, az oktatási struktúra kialakításának, és egy nagyon korszerű ismeretet lehetett ott ebben a menedzserképzőben megszerezni, ugyannyira, hogy szinte az összes általam jól ismert kórházigazgató valamiképpen ehhez a menedzserképzőhöz kapcsolódott, a képzettségét, tájékozottságát ott kapta meg. Ebből a menedzserképzőből ma már az egyetemnek egy önálló kara, az egészségügyi közszolgálati kar alakult meg, és ennek dékánya Szocska professzor úr. A téma, amiben foglalkozik, végig rendkívül izgalmas az egész pályáján, hogy az informatika, számítástechnika és az ellátórendszer kapcsolata, a adatvezérelt döntéshozatal kérdései. Ha belegondolnak, hogy a 10 millió lakos közül bárhol az országban valakinek valami baja van, egy egyedi probléma, hogy kerül el az optimális ellátáshoz, az rendkívül sok logisztikai, informatikai adatot tartalmaz, és ezeket az utakat megtervezni valóban egy hihetetlen nagy kihívása az egészségügynek. Na most ugye ez indult a digitális egészségügy megteremtésével, a EST-ben rendkívül komoly szerepet játszott professzor úr, és ma már ugye ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia is belépett ebbe a irányító rendszerbe, tehát az adatvezérel, döntéshozattal, mesterséges intelligencia kérdései. Erről fog ma beszélni, és most már át is adom a szót professzor úrnak. Érdeklődéssel várjuk az előadását. Nagyon köszönöm a bemutatót. Be kell vallanom, hogy én mindig zavarba vagyok, hiszen én fogadtam el egy megtisztelő meghívást, hogy a Senior Akadémia részvevőinek előadjak, úgyhogy köszönöm, hogy figyelemmel lesznek rám a következő időben, és hadd ajánljam föl, hogyha ha valakinek úgy nagyon van egy kérdése vagy közbevetése, akkor nyugodtan zavarjon meg engem, mert így borzasztóan nehéz, nem látom az érdeklődő arcokat, nem látom a felhúzott szemöldököket, vagy hogyha éppen valaki a fejét csóválja, úgyhogy ha bármilyen visszajelzést nyugodtan szóljanak közben, engem egyáltalán nem zavar. És tulajdonképpen arra vállalkoztam én ebben az előadásban, hogy levezessem önöknek, hogy nem egyszerűen digitalizáció zajlik az egészségben, nem egyszerűen e-egészség vagy elektronikus egészségről beszélünk, hanem egy adatvezérelt egészség paradigma váltás zajlik. És én erre hoznék részben az én utamból, hogy is volt nekem az adatokkal kapcsolatos utam, részben pedig azokból a munkákból hoznék példákat, esettanulmányokat, amiket leginkább 2010 óta
csinálunk, vagy akár van úgy, lesz úgy majd, hogy idegen tollakkal ékeskedve bemutatok olyan ábrákat, grafikonokat, vagy videókat, amiket mások csináltak, de ilyenkor mindig mondom majd a referenciákat, de úgy ítélem meg, hogy érdemes látni. És való igaz, hogy tehát akkor hadd kezdjem onnan, hogy mozog az ábra? Jól követhető? Igen, mozog, jó. Igen, hadd mondjam mindjárt az elején, hogy mindez a betegért van. És mindez nem nélkülözheti az orvost, a szakdolgozót, úgyhogy az ő, tehát ha a mesterséges intelligenciáról is beszélünk, nem elveszi a munkájukat, és ők tanítják ezeket az algoritmusokat, tehát tulajdonképpen az orvos, a szakdolgozó, a szakember munkája automatizálódik. A vezetés számára is mutatok majd olyan vezető információrendszer, képernyő fotókat, amikből látni fogják, hogy hogyan tudja a politikai döntés segíteni valamilyen információrendszer megoldás. Értelemszerűen a rendszer számára rengeteg tudást lehet kinyerni, és az igazság, hogy a kérdés csak az, hogy mi is az adat, mi az a csomópont, mi az a kapcsolat, egy komorbiditás, társbetegségi háló, vagy egy mintázat felismerés az, amiről beszélünk. Bele is vágnék az én utazásomba. Ez még ilyen 2010-11-ből való ábra. Ugye én onnan indultam az államtitkár idők előtt egy kormányzati felkészülési időszakban volt részem, és 2009-ben egy angol kollega látogatott meg minket, aki elhűlve látta, hogy a HBC-ből milyen gazdag az adatkészletünk, és megkérdezte az akkori módszertani központ vezetőt, hogy és kinek írjátok a jelentéseket, mire visszakérdezett, milyen jelentéseket. És az igazság, ebből lehetett tudni, hogyha az adatokkal elkezdünk máshogy foglalkozni. Persze, voltak azelőtt is hőtérképek, de az az igazság, hogyha módszeresen vizualizáljuk az adatokat, akkor a döntéshozó is többet megért ebből. Amit itt látunk, az ugye, hogy milyen irányító számú állampolgár hol vett igénybe egészségügyi ellátást, és látjuk, hogy Jászlóklun-Szolnokból a környező megyékbe elmegy 32%-nyi beteg. Hajdú-Biharból, mivel ott egyetem van, ott 96%-nál is több ott marad, mert ott minden ellátási szintet elér a megyén belül. Ugyanezt figyelhetjük meg mondjuk Tolna-Baranya viszonylatában, és az igazság, hogy már ezek az adatok is hozzásegítenek minket mondjuk egy regionális központosításhoz, egy végvári központosításhoz, mondjuk egy emberi erőforrás krízis esetén. De megnéztük azt is azokban az időkben, hogy közúton hogy érik el az ellátásokat. Itt egy kettes szintű politrauma, azt hiszem, volt a kérdés, és itt azt látjuk, hogy itt Dél-Magyarországon van egy vörös terület, ahonnan nagyon hosszú az út elérni a következő ellátó helyet. Látjuk azt, hogy Kecskemét nagyon leterhelt, Szeged eléggé, de Szekszárd nem annyira. Hoppá, hát itt időközben épült egy Dunahíd Szekszárdon, nosza engedjük át ezeket a betegeket Szekszárdra, arányosabb lesz a leterheltsége az intézményeknek, és eltűnik ez a vörös folt. Ezeket a változtatásokat a hozzáférés modellezése után, és minden egyes ellátási modalitásra elvégeztük ezeket a hozzáférési modellezéseket, mielőtt a 2012-es betegút reformot tulajdonképpen útjára engedtük. Úgyhogy amikor volt egy nagyon komoly adatvezérelt gondolkodás. Hogyha megyünk tovább az ábrákkal, megnéztük azt is, hogy mondjuk az onkológiai betegutaknak milyen útja van a rendszerben, hogyha egyszer diagnosztizáltuk őket, és azt látjuk, hogy eléggé mondjuk így zaklatott útjuk van, és mindenki Budapestre rohangál, ne adj Isten, másodlagos véleményért, vagy a gyógyulása reményében. Megnéztük ugyanezt Budapesten, és hát láttuk ezeket a kérdéseket, hogy hát az onkológiai intézet és a Semmelweis Egyetem között akkor, 2012-ben, mint egy 800 beteg megfordult. Célzottan föl lehetett tenni a gráf vizualizáció, a hálózatos vizualizáció mentén a kérdés, hogy miért is megy ennyi ember a kettő között. Ha ezt táblázatban látom, nem feltétlenül tűnik fel nekem, de ez vagy a döntéshozónak,
Hát és kiderült, hogy ez az 500 fő, ez sugárterápiára megy az onkológiai intézetben. No, de hát akar az ember, ugye 2011-12-ről van szó, a gazdasági világválság közepette sugárterápiás beruházást a Duna két oldalán, nem, inkább a két intézmény együttműködését facilitálja. Ez a közel 300 ember, aki pedig az onkológiára, a sokdájra jött, ez pedig főleg a molekulárpatológiai kapacitások gazdagsága miatt jött a Sottira, de hát molekulárpatológus nem képzünk egy éjszak alatt. Tehát ebből látszik, hogy az intézmények együttműködését lehet serkenteni akkor, amikor látunk ilyen betegmozgásokat. De azt is elmondanám, hogy közben különböző szakmák kérdésekkel fordultak felénk, és a szakmai kollégiumok is valamilyen szinten be voltak kötve ezeknek az adatbázisoknak a használatába. Még egyszer mondom, irányítószám és az ellátás igénybevételének a helye az, amit most itt mutatok, és amit itt látnak, az pedig a májmetasztázis műtétek számának az alakulása, egyrészt az elemzéseknek a következtében, másrészt pedig az onkológiai betegutak centralizációjának a következtében. Tehát egy közel 40%-os májmetasztázis műtétszám emelkedés zajlott le 2010 és 2013 között. Ezek az emberek nagy valószínűséggel ezzel a szerzeti beavatkozás, vagy rendszer szintű szerzeti beavatkozás előtt nem feltétlenül jutottak el a megfelelő ellátó helyre. Tehát amikor ezeket az adatokat láttuk mi, akkor az, az igazság, aki ennek a részese volt, ott tudta, hogy a legegyszerűbb adattal életet lehet menteni. Tehát az adat, amint sokszor ülünk, és a rendszerben van, és mondom, irányítószám és finanszírozási adat, az életet tud menteni, hogyha a szakmát értő szemmel nézik. Ez az ábra, ez a Siemens mesterséges intelligencia gurúja, egy fiatal török srác ábrája vagy előadásában volt bemutatva, tőle kértem el néhány évvel ezelőtt, és azt látják itt, hogy a populáció szintű egészségmenedzsment az a legmagasabb szintű adatintegráció, ami a mesterséges intelligencia kialakítását támogatja. Tehát a németek, akiknél ugye adatsilók vannak, és ugye a Gestapo és a Stasi miatt egy ilyen adatvédelem fetisiszta attitűddel viszonyulnak az adatmegosztáshoz, ők erről álmodnak, hogy populáció szintű egészségmenedzsmentet tudjanak az adattal csinálni. Nálunk, amint az előző viszonylag egyszerű példa mutatta, ez sokkal előrébb járt. Tehát ebben Magyarországnak versenyelőnye van. Ugye ne felejtsük el Jávor András HBC-be vezető munkáját, tehát voltak olyan alapok, amire lehetett építkezni. Amit itt látnak, az a gazdálkodási adatokra egy példa. Aztán majd megyek tovább a betegségek, a betegségekkel foglalkozó mesterséges intelligencia felé, de ugorjunk csak egy pillanatra a kórházi adósság állományra. Hogy értelmezzük ezt az ábrát, a kékek a kórházak. Minél nagyobb egy kék pötty, annál nagyobb az adóssága. A sárgák a beszállítók. Minél nagyobb egy sárga, annál nagyobb a kint levőséges. A köztük levő vonal az az adósság kapcsolat a beszállító és a kórház és a beszállító között. Ez ugye 2012 a kórházak állami tulajdonba vétele. És azt látjuk, hogy nincs rajta 120 kórház, ami akkor volt, tehát az adósság állomány az inkább ennek a 8-10-14 intézménynek a problémája, hol struktúra, hol szakmai portfólió, hol pedig a felelőtlen gazdálkodás. De tehát egyrészt innentől kezdve célba lehet lőni a legfontosabb eladósodottakra, azonnal kitűnik. De még egy dolog kitűnik, hogyha megnézzük a piros nyilakat. Hát hoppá, hát itt ebben a gráfban szerepelnie kéne mindössze 100 kórháznak, de mégis a legnagyobb beszállító az egy ilyen 14-16 céget érintő beszállítói kör. A három legnagyobbból kettő gyógyszernagykereskedő volt, egy pedig a három nagy sárga pöttyből, egy pedig valamilyen catering, takarítás jellegű beszedő. És amikor megláttuk ezt az ábrát, egyrészt rájöttünk, hogy hát ez egy a kórházi beszállítói világ, az egy monopólium piac. Tehát itt volt az, amikor bevezettük az országosan egységes közbeszerzéseket, be kell valami a kormány, ezt látva a kormányülésen ezt az ábrát felhatalmazott minket erre, ezen éves szinten 10 milliárdot spóroltunk. És aztán rákérdeztünk ennél a három nagy
hitelezőnél, hogy hát faktorálás van-e benne, ők az ugye illegális a közszolgálatban, úgyhogy mindenféle terelő válaszuk volt, és azt mondtuk, oké, felét fizetjük, s többet nem kérdezünk. És mindkettő, nem tudtam befejezni a mondatot, hogy ne mondjanak igen. Ez egy 5 milliárdos tétel volt ennek a háromnak a kintlevősége, úgyhogy ezen egyszer 2,5 milliárdot spóroltunk. Tehát igazából ez az ábra azt mutatja be, hogy ha az adósságállomány táblázat helyett egy viszonyrendszert, egy láthatatlan összefüggést bemutatni képes hálózati vizualizációban mutatott be, akkor meg tudom érteni a kórházi beszállítói piacnak a természetét is akár. Úgyhogy életet tudunk menteni az adattal, és közpénzt tudunk vele megspórolni. Na, megyünk a betegek felé, és elnézést az angol nyelvű ábrákért, ugye? Most, hogyha aki diabetesszel foglalkozik, ő most nagyon egyszerű, elnézést kérek tőle, nagyon egyszerűsítve mondom a folyamatokat. Ugye jelenleg a beteg, tehát a jelenlegi betegút az az, hogy a beteg a panaszával elmegy a házi orvoshoz, aki elküldi a laborba meg a különböző szakrendelésekre, akkor oda várakozik, szövődménykutatás, ez az amaz, nagy Isten kórházba kerül, hogy beállítsák a gyógyszerelését, és egyfajta rendszeres, de sporadikus mérés lesz az eredménye ennek a folyamatnak, és egy rendszeres kontroll. Na most már vannak olyan digitális egészségügyi modellek, ahol már a prediabetes állapotában puff, egy szöveti vércukormérővel, egy telefonos applikációval, és egy felhőtím segítségével, egy esetmenedzseri felhőtím segítségét adják a beteg mellé, az adat elkezd ömleni, és akár azzal mesterséges intelligenciára épített egyensúlyi állapot felborulást, vagy az adatból életmódi következtetéseket vonnak be, és különösen olyan helyeken, ahol nagy távolságokat kell megtenni, hogy eljusson az ember az ellátóhelyig, de normális közegben is már bizonyították, hogy ez a fajta felhőtímre, tehát folyamatos adatra, szöveti vércukormérő folyamatos adataira és az életmódi adatokra épített állapotkövetés, az tulajdonképpen egy ilyen folyamatos egyensúly támogatást nyújt a betegnek, és hatékonyabbá teszi a szűkös emberi erőforrások kihasználását is. És az az igazság, hogy azok a kutatások, amiket én ismerek az ilyen modellek pilot fázisairól, vagy kísérleti fázisairól, azok egyértelművé teszik, hogy a hospitalizációs költségek csökkenése az messze meghaladja a technológia költségét, és a szignifikáns az egészségi állapot beli nyereség is. Tehát azt mondják, hogy az egyensúlyi állapot menedzsmentjét támogatni képes digitálisan támogatott ellátási modellek, azok a betegnek és a kasszának is jobbak. Hogyha megnézzük azt, amit itt látnak a kedves résztvevők, az két háziorvosi praxis, egyes és kettes típusú diabeteses betegeinek a komorbiditási, a társ megbetegedési, ez legalább olyan nehéz szó volt, mint az útelágazódás, de tehát ezek a társ megbetegedési hálózatok, vagy a szövődmény hálózatok, ugye egyes, kettes típusú diabetes, és itt ez a kettő pedig, amire most mutatok, ez a miokardiális infarktus és az angina pectoris. Most túl azon, hogy ezekből az adatokból gond nélkül bemutatható mondjuk egy új technológia bevezetésének mondjuk a szövődményekre, vagy a társbetegségekre gyakorolt preventív hatása, de ezekkel az adatokkal egyből célzott kérdéseket tudok föltenni. Ha itt ne adj Isten kevesebb az angina pectoris, és több az infarktus, ez mondjuk lehet attól, hogy idősebb, súlyosabb betegek élnek annak a praxisnak a körzetében. De lehet az is, hogy a kórház súlyosabb eseteket jelent. Itt pedig mondjuk a másik praxisban több az angina pectoris mondjuk, lehet, hogy ez a házi orvos olyan jó gyakorlatot vezetett be, hogy korábbi állapotban megtalálja a szívérendszeri megbetegedéseket a praxishoz tartozó betegeknél. Most borzasztóan egyszerűsítve beszélek, csak példákat próbálok hozni arra, hogyha az adatokat egy kicsit máshogy nézzük, akkor mennyi mindent láthatunk. Tulajdonképpen célzott
orvosi gyakorlatfejlesztési célzott kontrolling vagy célzott finanszírozási beavatkozásokat tudok tenni azok alapján, a kérdések alapján, amiket célzottan tudok föltenni. Ez a háló itt, ez egy komorbiditási háló. Nyilvánvaló, hogy ezt abból tudtuk csinálni, amit kódolnak a kollégák, azt hiszem az irritabilis bélszindrómában szenvedő betegeknek az együtt jelentett kódjai. Na de képzeljük el azt, vagy tételezzük fel, hogy ezek a kódok reálisak, és nem csak mondjuk 8 kódra emlékszünk, és azt írjuk be minden betegnek, de tegyük fel, hogy ergonomikusan korrektül kódolunk, vagy könnyen kódolunk, nagy Isten, egy szövegértelmező algoritmusnak mondjuk el, hogy mit látunk, és az társítja, vagy felajánlja a kódot, hogy képzeljük el, hogyha ezt a genomikai adatokkal megerősítve látjuk. De csináltunk erre korábban is ábrákat, amikor az összes OEP-nek jelentett betegségnek az összefüggéseit, az együtt történő előfordulásának a hálózatát néztük. Tehát itt azt tudom mondani, hogyha a diagnosztika fejlődik, vagy olcsóbbá válik, akkor a jelenlegi betegadatok, a különböző omikai adatokkal való kiterjesztése milyen új összefüggésekre tud rávilágítani. Bocsánat. De nem feltétlenül egészségügyi adatok kellenek, ez jó Tamás kollégámnak az ábrái, aki egyrészt bemutatja alul a kék ábrán, ugye ez a KSH adatokból az életszínvonalbeli kereseti adatok. Ez a jobb oldali sárga, narancssárga, ez a tüdőrák halálozást, ami érdekes módon egybeesik pont ezekkel a területekkel. Ez az utolsó ábra, ezek a pöttyök, ezek pedig a trafik kereskedelmi adatok. Minél sötétebb egy pötty, annál nagyobb a kapadohány részesedése az ottani, vagy abban a trafikban az eladási forgalomnak. Ugye látjuk a turizmus Balatonon, Nyugat-Magyarországon az osztrákok viszik a cigarettát, Budapest meg a jómódú területek, ott nagyobb a cigaretta fogyasztása. Tehát igazából mi kereskedelmi adatokból is le tudunk vonni, ne adj Isten, tüdődaganat kezelési kapacitások tervezéséhez információkat. Tehát nem csak az egészségügyi adatok integrációja az, ami segítheti az egészségügyi döntéshozatalt, hanem egyéb adatok kreatív használata is, és társítása is. No, mielőtt azért tovább mennénk a járvány és a mesterséges intelligencia adatok felé, hadd mutassak egy ábrát, ami még a 2011-es Szélkálmán, 10-11-es Szélkálmán terv idején készült. Ugye azt néztük, hogy a generikus verseny az hogyan hat majd az iparra. Itt meg azt láttuk ezen az ábrán, hogy az alapanyaggyártás az iszonyúan centralizálódott, és hogyha visszagondolunk, hogy a Valsartan kérdéskörben, ugye, ha jól emlékszem, ez volt az a gyógyszer, amelyiknél egy gyártónál valamilyen higiénés vagy valamilyen anyagbiztonsági probléma merült föl, és világméretű ellátási zavarok keletkeztek. Mert tulajdonképpen 11-ben mi a gyógyszer gazdasági verseny hirdetés előtt láttuk azt, hogy iszonyúan központosult az alapanyaggyártás, és a reziliencia, az ellenálló képessége a termelési láncainknak és az ellátási láncainknak nagyon sérülékeny. Úgyhogy, és aztán most a Covid alatt láttuk is, hogy a gyártás központosítása milyen hatással bírt a maszkok, vagy bármilyen a védekezéshez szükséges anyagnak vagy eszköznek a beszerzésére. Na menjünk a járvány fele, ez Veszpigyáni professzor úrtól vettem kölcsön ezt az ábrát, de csak azért, hogy a járvány szenvedését mutassam, a járvány terjedését mutassam. No, ez az ábra, ez az OEP, vagy a neakosok csinálták, az egészségbiztosító csapat csinálta, az oltás tervezéséhez, priorizálásához. Ugye ez még akkor készült, amikor még az oltás szállításának a beindulása előtt, és azt mutatta be, hogy hány ember szenved különféle krónikus megbetegedésekben, a COPD, magas vérnyomás, iszkémiás szívbetegség, diabetesz, és itt látjuk, hogy a különböző komorbiditási kombinációk hány embert érintenek. Tehát magas vérnyomás, iszkémiás szívbetegség, 74 000 ember,
együtt. Na, olyan, aki mind a négy, ő 4000. Most, hogyha belegondolunk, erre gond nélkül tervezhető egy ortási priorizálási kampány. A feleségem házi orvos, úgyhogy ő vele mindig néztem, amikor kapta a listáit, amikor beindult az oltási program, hogy a regisztráltak közül ki az, aki a prioritási lista élén van, és a betegeit ismerve, ő nem panaszkodott annyit, mint amennyit lehetett hallani, hogy szidják ezt a listát a kollégák, tehát viszonylag jó közelítéssel lőtték be. De mehetünk, ha tovább megyünk egyel, akkor azt látjuk, hogy, ja, bocsánat, ez ugyanez a komorbiditási adat, csak az összes betegségre vetítem, mint amit az előbb a diabetesnél mutattam. Tehát, hogyha belegondolnak, ugyanezt az adatállományt használva mehetünk tovább. Amit itt látnak, az pedig, mi megcsináltunk egy olyan vezetői információrendszert, ami a multimorbiditásnak a kistérségi megoszlását mutatja. Tehát tulajdonképpen járásonként, vagy akár településenként, vagy akár megyénként tudjuk azt, hogy hány bizonyos meghatározottságú komorbiditásban, vagy társbetegség kombinációban szenvedő honfitársunk van. Ez alapján konkrétan tervezhető az oltás kapacitásnak az elosztása, amikor az még egy szűkös kapacitás. Ez a rendszer működik, ez a rendszer az OEP adatokra építkezik, és országosan könnyíti a tervezést. Tehát valami ehhez hasonlót állítottak elő adat exporttal a NEAKOS kollégák. Ezt mi egy folyamatosan keresető vezetői információrendszerbe szerveztük, és ez pedig egy kezdetleges ábra arra, hogy tulajdonképpen bizonyos adatkörből lehet látni, hogy hogyan alakul a hospitalizáció a különböző oltások után. Ez egy nagyon régi, ez egy kísérleti fázisban levő adatbázisról egy képernyőfotó. Tehát tulajdonképpen az oltás tervezése, az oltás hatékonyságának a nyomon követése is a fenti adatokból követhető, vagy a létező adatokból követhető lenne, és támogatható lenne a döntéshozatal. Amit itt látnak a kedves résztvevők, ez egy szakvizsga hurdiagram. Mely szakvizsgák fordulnak elő együtt a legtöbbször? A két vastag, nem is árulok el titkot, hogy a házi orvostannal, az üzemorvostan és a belgyógyászat a leggyakoribb. De például erre mondjuk az ellátások is szervezhetők, tehát hogyha látjuk, hogy anesteziológia intenzív, nehogy Isten, Covid-nál tudjuk, kit kell mozgósítani, a csecsemőgyermekgyógyászat, sebészet például. Tehát igazából fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy az alapellátásban milyen egyes járóbeteg beavatkozásokat engedélyezek, vagy melyiknek a finanszírozását kéne úgy alakítani, hogy a szakorvosi vagy járóbeteg ellátó jellegű beavatkozásokat is ösztönözzem az alapellátásban. De nem is ezért mutattam, csak azért mutattam, hogy igazából az emberi erőforrások menedzsmentjében is igénybe vehetők az adatbázisok, ha okosan nézzük. És innentől kezdve vezetném át a mesterséges intelligencia felé az előadást. Ez egy orvos kimutatási ábra 2012-ből. Akkor látjuk, hogy a közalkalmazott férfi patológusok átlag életkora 58 év volt, még egyszer, ez 9 évvel ezelőtt volt. És a női patológus átlag közalkalmazott, közfoglalkoztatott női patológusok átlag életkora 54 év volt, ők csak fiatalodtak azóta, a férfiak, ahogy én is, csak öregedtünk. De ugye ilyenkor, amikor ezt látja egy döntéshozó, akkor el kell gondolkodnia sok mindenen, de hogyha a mesterséges intelligenciára fókuszálunk, akkor el kell gondolkodnunk ezen is, amit itt látunk. Bocsánat, egy pillanatra visszamegyek, hogy előről induljon a film. Ezt egy patológus kollega készítette, és azt látja, bocsánat, újraindítom én ezt. Tehát egy patológus kollega készítette, aki azt mutatja, hogy egy vastagbél polip metszetető a mikroszkóp alatt néz, de aztán átviszi ezt a képernyőre. Ahhoz, hogy ő a képernyőn tudja nézni a metszetet, ahhoz neki szkennelnie kell. Ez a 3D Hisztek egy magyar világpiacvezető gyártónak a gyártmánya, és ő aztán a diagnosztikai munkáját már nem a
a metszeten, meg papíron, hanem tulajdonképpen egy szkennert nagy felbontású képen, egy képernyőn végzi. És ha átmegyünk a következő filmre, akkor itt látjuk az annotáció folyamatát. Tehát itt látnak egy annotációs felületet, amit az adattudósok és a klinikusok közösen fejlesztettek. Látják, átugrik és bejelöli, hogy ez már egy jelölt terület. Felnagyítja a bezúmol a szövetmintába a képernyőn, és kijelöli az első területet a patológus kollega. És majd, mikor végzett a kijelöléssel, akkor bekategorizálja, ugye azt mondja, high grade diszpláziaként jelöli ezt a dolgot, de igazából, hogy mit kell látni, azt a kategória rendszert, ahova a jobb oldalon ő, vagy bal oldalon ő bekattint az annotáció folyamatában, akkor igen, ezt a területet is bejelöli, és ez egy adenokarcinómának jelölt terület. Tehát igazából, amit itt látnak, ez a felület, hogy ez hogy nézzen ki, hogy lesz ez ergonomikus a munkát végző patológus számára. És ezt a patológus és az adattudós közösen alakította ki, és azt, hogy mit kell látni egy adott diagnosztikai modalitásban, mondjuk a vastagbél, a kolorektális tumor szűrésben mit kell látni, annak mentén állítják össze ezeket a kategóriákat, és minden egyes modalitásra összeállítható. Na most nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor körülbelül 2000 képet annotáltak, és 2000 képet egy szenior patológus validált, akkor mi történik, ha egy újat szkennelünk, és elindítjuk rá az algoritmust. Be van töltve a frissen szkennelt metszet, elindítja, paf, ennyi idő alatt hozza meg a döntés támogató javaslatot. És látjuk, hogy utána a patológus meg tudja nézni, hogy milyen szöveti struktúra alapján javasolta ezt a diagnózist az algoritmus. Tehát még egyszer mondom, nem veszi át az ember helyét, az embertől tanul, és az embernek a munkáját gyorsítja. És ugyanaz, ami lezajlott a laboratóriumban a kémcsőtől az automatáig, megvan arra az esély, viszonylag közeli az esély, hogy legalább döntéstámogatási javaslat szintjén akár patológiai automatákról beszéljön. Megmutatnám a következő felvételt, ez egy kicsikét háttérzajos, azért elnézést kérek, de a következő felvétel, ez egy emlőtumor, egy mammográfiás szűrő algoritmus. Elindítjuk, ez még nem orvosi használat. Páf, ennyi idő alatt találja meg a tumor. Természetesen a radiológus ellenőrizheti, hogy mi alapján hozta ezt a döntést támogató annotációt az algoritmus. Na most itt kell föltennem hogy ez a technológia, bár még a technológia értékelés folyamatán át kell essen, ami lehet, hogy évtizedes lesz. De hogyha ezt a technológiát ráengedjük a képarchiváló rendszerekre, akkor az emberi hibából esetleg elnézett fals negatív képeket meg fogja találni. Úgyhogy nem egyszerűen arról beszélünk, hogy lesz majd egy adatvezérelt egészség, meg mesterséges intelligencia valamikor, hanem itt van, ezt a magyar kollégák itt az Üllői úton, meg az ELTE-s fizikus kollégák az ELTE tömbjeiben uralják ezt a technológiát, és az, az igazság, ezeknek a, mivel országosan egységes információrendszereink vannak, ezeknek az országosan egységes bevezetése csak az emberi akaraton múlik. Az, hogy a leggyakoribb szűrési jelleggel végzett patológiai diagnosztikának a 88%-ára előállítsuk a mesterséges intelligencia algoritmusokat, az egy olyan 5-6 adattím, és a velük együttműködő patológusok és egyéb szakmodelliek, és egy olyan 3-5 milliárd forint kérdése. Tehát ez nem pénz, az ország uralja ezt a technológiát. Az országos bevezetésen kell gondolkodni, betegbiztonsági szempontból, minél előbb. Mik a korlátok? Az egyik az, hogy mi magunk vagyunk. Ugye többször utaltam, hogy hát van az a 8-10 kód, amit tudunk, azt írjuk be. Azért vannak 21. századi neoludviták, ilyen új típusú géprombolók is,
van egy félelmünk, egy természetes félelmünk, de én nem erre gondolok elsősorban. A jogszabályok, ugye az európai adatvédelmi jogszabály és az értelmezésük, újraértelmezésük, ugye ne felejtsük el, az EST azért tudott beindulni, és azért nem omlott össze mondjuk a telereceptnek a segítségével az ellátó, a gyógyszerellátásnak a folyamata, mert a feltételezett beleegyezés elvét használtuk, ez egy jogi innováció volt az EST alapítása idején a részünkről, azt mondtuk, hogy a szervátültetés is feltételezett beleegyezés elvét viszi, ez vagy szervet életet ment, vagy adatot életet ment, az adatot egyfajta ilyen gyógyító kategóriákkal ruháztuk föl, és ezért tulajdonképpen csak az nem része ennek az adatcserének, aki egy adat platformnak, aki letiltja az adatait, tehát ez egy jó döntés volt akkor. Nem szabad elfelejtenünk, hogy kettős használatú technológia. Tehát ugye a genetikailag célzott célterápiák, az tulajdonképpen ugyanaz a biotechnológia, mint a genetikailag célzott mérgezés. Tehát az adatbiztonság ebben a tekintetben hatványozottan igaz. De hogyha nem beszélünk erről, ha nem fogjuk fel ennek a jelentőségét, akkor egyrészt kiszolgáltatottak leszünk, amikor célzott terápiás eszközöket árulnak majd nekünk. Még csak a cserekereskedelembe se tudunk beszállni. Tehát lemaradunk, hogyha nem 21. századi kategóriákkal beszélünk erről, és a lehetőségekről és a kockázatokról is. Az adatsovinizmus ez egy nagyon nagy veszély. Tehát az egyéni vagy intézményi, vannak intézmények, akik úgy gondolják, hogy az adat az övék, mint hogyha az autópálya építő cég azt mondaná, hogy ő építette, csak ő használhatja. Tehát, és tudják azt, hogy a hatalmuk az adatok fölötti kontrollal szűnik meg, vagy azérteti őket. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma. Az adatvédelem fetisizmus Németország évtizedre lebénította, a Németország, Franciaország egy ilyen rokokó adatvédelem fetisizmusba burkolozva lebénították az európai haladást, és a Google és a többiek törtek előre. Ugye a Google megvásárolta az NHS-nek, az angol NHS-nek az adatait, tehát ott az NHS-X, azaz az adatvezérelt ága a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak Angliában, ugye az a Google által támogatott dolog. Belegondolni is rossz, hogy mi mindent lehet genetikailag célzott marketinggel eladni az egészségünk megőrzése érdekében. Tehát az adatvédelemről 21. századi kategóriákkal kéne beszélni, és ugye tudjuk azt, hogy a legkisebb hiba az adatvédelemnél egy nagyon komoly bizalom és bizalomvesztést eredményezhet, ugye a kiberbiztonság, elnézést az elítésért, a kiberbiztonság, ismételten mondom, hatványozottan szerepel itt. Olyan filmet nem mutatok itt, hogy hogyan hackkeltek meg egy ilyen 15 000 forintos Raspberry Pi számítógéppel izraeli hackerek egy CT készüléket, és hogyan raktak föl, vagy hogyan tüntettek el a vizsgálati képről tumor mintázatot. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy a pacemakerünk is hackkelhető, a CT készülékünk is hackkelhető, akár csak egy fizikai károkozást, hogy a sugárforrást bekapcsolják távolról. Tehát számos olyan egészségi, nem akarok ötletet adni, ezért inkább nem is beszélek mindenről a kockázatról, amivel mi módszeresen, módszertanilag foglalkozunk, mint egy új típusú egészségbiztonsági fenyegetés. Ezt nagyon komolyan kell venni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy nagyon könnyen beszélek az ígéretről, a lehetőségről, de tisztában vagyunk a kockázatokkal is. Ez itt a Pécsi Adattónak, az E-Group által vezetett Pécsi Adattónak a logikai mátrixa, hogy hogyan lehet összeketni módszeresen és szisztémásan a különböző forrásokból származó adatot. Ők már odáig vitték az adatintegrációt, hogy molekula repozíciós kutatásaik elvitték őket odáig, hogy egy kettes fázisú regisztrációt vagy kutatási kezdeményezést is el tudtak indítani adatbányászattal. No, járvány. És akkor, amit itt látunk, ez 2014-ben a HPV oltás bevezetésekor a Facebookon az oltás ellenes aktivitás az ennyire volt csak kiterjedt. Néhány száz ember,
végső soron két evangelista és négy hídszereplő, néhány száz ember volt. Láttuk a struktúráikat, ki milyen gyorsan válaszol egyik a másikának, tulajdonképpen tényleg az van, hogy két ilyen koncentráció volt a szervezőknek, 8 ember, nem több, 4-6-8 ember. Hogyha megnézzük őket most, akkor itt látjuk, hogy ezt itt 217, ez 121 ezer, 118 ezer, egymi normális élet Szabolcs megyében, egymi, tehát 1,1, az lehet, hogy ezt most nem akarok belemenni, hogy ez pontosan mennyit, bocs, lehet, hogy lebakom. Az a lényeg, hogy körülbelül 1 millió embert érnek el, vagy értek el a járvány alatt. Úgyhogy ennek pedig nagyon komoly hatása van arra, és itt szintén látnak egy szövegértelmező mesterséges intelligenciával végzett elemzést, hogy hogyan viszonyulnak a tweetelő emberek a különböző vakcinákhoz. Látjuk, hogy az AstraZeneca idővel nagyon-nagyon lemaradt a Moderna és a Pfizerrel kapcsolatos pozitív megnyilatkozásoktól, úgyhogy a mesterséges intelligencia segíthet minket abban is, hogy lássuk a vakcina ellenességhez kapcsolódó aktivitást, és lássuk a vakcina felvételéhez való pozitív viszonyulásnak a trendjeit. Ez már egy közvetlenül járványhoz kapcsolódó vezetői információrendszernek a képernyő fotója, ez a kormánytagoknak az iPad-jén is látható, amit itt látnak, ez az összes magyar mobiltelefon, a 9 millió magyar előfizetőnek a cella információs adata, nem alkalmas személyazonosításra, tehát a feleségem nem tudja, hogy én merre járok, én sem azt, hogy ő merre. Itt a populáció egészére nézve, persze településre, stb. Lebontva láthatjuk azt, hogy a távolságtartó intézkedések bejelentése, egyből utána elment mindenki bevásárolni, ezt látjuk, mert a kék az a sötétik, az a mozgási görbe, de látjuk, hogy leesett, amikor beindult a távolságtartás, aztán nyáron nekiindultunk, mint hogyha se holnap, se járvány ne lenne, aztán újra jöttek novemberi zárások, és akkor itt látjuk az esetszám alakulását is. Nyaralunk, megy föl. A világos kék pedig az otthonmaradási indexet mutatja, hogy mennyivel többen maradtak otthon. Úgyhogy a döntéshozó ilyen és ehhez hasonló elemzésekből tudta azt követni, hogy milyen nagyfokú a kapcsolatszám, a mozgássűrűségnek a csökkenése a távolságtartó intézkedésekre. Ugye itt látjuk azt, hogy bár ott voltak az intézkedések, de megjelent egy új variáns, és a harmadik hullám az ott ment fel. Szintén egy vezetői információrendszernek az adatát látjuk, hogy hogyan mennek, hogyan alakulnak a kórházi kapacitások, az emberi erőforrás kapacitások, az intenzív kapacitás, az intenzív humán leterheltség, ez itt a harmadik hullám alatt milyen szinten volt túlfeszített, ezeket látjuk, és például a tavaly november, az egy évvel ezelőtti zárás az ennek a hullámnak az érzékeléséből következett be. És most hadd mutassak megint egy politikai kommunikációt segítő ábra, itt azt látjuk, hogy melyik ország mennyi vakcinát vásárolt Európában. Tehát ez egy egyedülálló adatbázis, amit itt látnak, ezt igazából én gyűjtöttem össze Európából. Tehát látjuk, hogy itt Magyarország körülbelül 3 oltással rendelkezik lakosonként, és ugye emlékeznek talán arra, hogy ugye kirúgták, volt egy ilyen, hogy a Kurz kirúgta az osztrák vakcina főtárgyalót, aki egyébként személyes barátom, és az információk többek között innen tőlük is származtak, hogy nem szerzett be elég vakcinát, de ez azért volt, mert együtt utazott az osztrák, ja bocsánat, itt látjuk a rangsort leginkább itt a jobb oldalon, a dánok minden lepattanó vakcinát megvettek, tehát ők 5,64% vakcinát vettek emberenként. A magyarok pedig 3,14% vakcinát vettek állampolgáronként. És akkor az osztrákok, azt hallotta az osztrák, hogy azért jut több Pfizer a dánnak, mert ő mindenre lecsapott. És akkor azt mondta, mi miért nem vettünk többet, és elkezdte megfűzni a többi döntéshozót,
És ugye egy időpillanatban felmerült, hogy Magyarország menjen-e az osztrákokkal, de aztán kiderült, hogy az osztrákokkal a szlovének, a lengyelek, szlovákok, bulgárokat nem látjuk, ők még lejjebb vannak, de igazából azok panaszkodtak, akiknek kevesebb jutott. Magyarország nem is ment végig ezen a kommunikációs útvonalon, mert ő pontosan tudta, hogy ebből a vakcinából, amiből korábban érkezik, neki jó beszerzési pozíciói voltak. Amit itt látnak, ez a járvány terjedésére, ez egy csillagász csapat, akik nagyon ügyesen, szintén depersonalizáltan, mondják, tudják követni a mobil cella információkat. A járvány, ezt azért mutatom, mert a járvány terjedésnek nem az egyszerű modelljei lesznek uralkodók a következő időszakban, hanem igazából ez az ágens alapú modellezés fog dominálni, amihez elvileg minden adatunk megvan, anélkül, hogy tudnánk, hogy az egyes pöttyök mögött milyen személy van, de a nagy rendszerből kikövetkeztethető. Most már csak 2-3 dolgot mutatok, igazából látjuk mi azt, hogy az adatok, a döntéshozó, a rendszer szervezés, a gyógyítás, a beteg útja, a beteg sorsának a követése. Ha csak belegondolunk abban, hogy a komorbiditásban ikreink vannak, tehát hogyha én egy adott genetikával, egy adott állapotba kerülök, akkor a rendszerben számos hozzám hasonló genetikájú és állapotú polgártársam létezik, ők a digitális ikreim. És én a legoptimálisabb útra vagyok rátehető, úgyhogy amiket itt láttak, ezek a döntés támogató lehetőségek, ezek minél előbb az orvos zsebébe, a betegágy mellé fognak kerülni. Úgyhogy a mi munkáz, én és a kollégáim munkája azok tulajdonképpen az adatbázisok, adattavak építése, a jogszabály, a kiberbiztonsági környezet, a klinikusok és az adattudósok összekötése, a mesterséges intelligencia oktatása. 8. kórházban vagyunk túl a mesterséges intelligencia bemutatón. Az, hogy ezek közhasznú üzleti modellek mentén kerüljenek hasznosításra, és a szolidaritás uralja az adat alapú gyógyításhoz való hozzáférést. Na, ezeken fogunk mi dolgozni, hogy elérjük azt, hogy az eszköztár legyen az orvosok és a betegágy mellett. Én nagyon sokat beszéltem, úgyhogy engedjenek meg 2 utolsó. Az egyik itt azt mutatja a publikációs adatbázisból, hogy vannak ilyen egyedi bajnokok, akik sok csapattal állnak kapcsolatban, vannak a szegedi pankreászkutatók, akik egy nagy hálózat közepén tudásosztók, vannak tradicionális emberek, akik ráiratják mindenkire a nevüket a publikációra, ők egy piramis tetején ülnek, tehát tulajdonképpen a szerzeti kultúrába is betekintést nyerünk, és a végén pedig a Csanda professzor úr viccére emlékszem én még a neurológiából, amikor a relaxások hatását mutatta be azzal, hogy egy inkontinens betegen, akin senki nem segít, eljut egy neurológushoz, és ő se tud segíteni rajta, végén fölír neki valamilyen nyugtatót. El is tűnik a beteg, 3 hét múlva találkoznak egy buszon, s a neurológus kérdezi, hogy na mi van akkor, rég nem láttam, akkor már megszűntek a panasz, hogy igen, igen. Szóval nem húgyozik be többé, dehogy nem, de kit érdekel. És amikor ezt az ábrát megláttuk, ahol az irritábilis bélszindrómában, bélbetegségben szenvedő betegeknek a kommunikációjából azt ábrázoltuk, hogy mely gyógyszercsoportokat emlegetik a legtöbbször együtt, akkor rájöttünk, hogy ez a vicc benne van ebben az ábrában a gasztrógyógyszerek és a relaxánsok, fronting szanax. És amikor ezt megmutattuk a fiatal gasztroenterológusoknak, akkor a nevetés után azt mondták, hogy valóban tudjuk segíteni a betegeinket, vagy az addikció útjára segítjük őket. És mit tudunk tenni azért, hogy ez a legkésőbb következzen be. Úgyhogy a betegek kommunikációjának a gráf vizualizáció, a hálózatos vizualizációja, egy klinikai gyakorlatfejlesztő beszélgetést indított el ott helyben a konferencián. No, hát bízom benne, hogy ez az utazás, ami tényleg esettanulmányról esettanulmányra vitte a gondolatukat, ez nem ijesztő volt inkább, hanem inspiráló volt, hogy,
hogy milyen lehetőségek vannak a kezünkben. És köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, Miklós, ezt a nagyszerű előadást, és azt látom, hogy a cseten 16-an jelentkeztek. Én arra kérlek, hogy nézd meg, és akkor a felmerülő kérdésekre válaszolj. Talán a bemutatásnál nem hangsúlyoztam, hogy ilyen felkészültséggel 4 évig a te kezedben volt a magyar egészségügy vezetése, és látjuk, hogy az adatokon alapuló döntéshozatal milyen hihetetlen lehetőségekkel rendelkezik. Úgyhogy ezt még a kedves hallgatóknak a tudomására szeretném hozni, hogy Szocska professzor úr 4 évig, mint államtitkár irányította az egészségügyi rendszert. Na, akkor 17-en vannak már a csetelők, úgyhogy Miklós, légy szíves akkor. Próbálom azokat, nagyon köszönöm a pozitív visszajelzéseket. Van itt egy, hogy évente több telefonos megkeresés érkezik telefonon, különböző magáncél kutatási szűrővizsgálati felhívásai, ezek valódi szűrések, vagy csak adatszerzésre szolgálnak, hát nagyon sokszor csak adatszerzésre. Tehát az igazság, hogy nem feltétlenül bánunk tudatosan az adatainkkal és az adatbázisainkkal, nagyon meg kell vizsgálni azt, hogy mire adunk adatot, vagy kivel állunk szóba. Ez igaz a kutatási programokra. Valaki azt írja, hogy fölvállaltam ezt a lakossági tájékoztatást, és nagyon köszönöm, tényleg nagyon köszönöm a megerősítő visszajelzést. Muszáj egy kicsit beszélnem akkor arról, hogy én milyen alapon vagyok, mi a közöm nekem a járványügyi adatokhoz. Egyfelől az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az operatív törzs azután létrehozott és üzemeltet egy ilyen járvány matematikai modellező és adathasznosítási csoportot. Az adathasznosítási része az hozzám tartozik. Ugye én egy háttérszakértő vagyok, volt videokonferencia korábban. Én nagyon fegyelmezetten, ugye volt államtitkárként ismerve ezeknek a dolgoknak a természetét, hogy a politikai felelősség a döntéshozónál van, és látva azt, hogy milyen ellentmondásos társadalmi folyamatok indulnak be félreértelmezett adatok mentén, én nagyon csendben a háttérben végzem a munkát. Ebből most bemutattam néhány dolgot. Talán megnyugtatásul annyit elmondhatok, hogy ebben a folyamatban végig felelősségteljesen visszanyúltak az adatokhoz és az evidenciákhoz, de az evidenciákon túl a munkahelyek megőrzése és a társadalmi békének a kiegyensúlyozása is legalább olyan fontos szempont, tehát hogy a döntésnek végrehajthatónak kell lennie, és a társadalomnak együtt kell vele működnie. Úgyhogy belülről látva ezt a folyamatot, tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy felelősségteljes folyamat volt, ami a mi részünk volt, hogy az evidenciákat a döntéshozóknak visszacsatoljuk, azt meg folyamatosan csináltuk. Sajnos azt el kell mondanom, hogy ez az intézményi adatsovinizmus hátráltatott minket sokszor. Tehát tehát voltak olyan intézmények, akik akár az emberek élete árán is inkább megőrzik az adatokat. Tehát, igen, ez van egy, de ez most csak a Semmelweis szindrómának a ventilálása volt, ugye most kezetlen megölött, használd az adatot, mert meg tud menteni, tehát ez egy ilyen Semmelweis szindrómás megjegyzés volt. Van egy olyan kérdés, hogy miért nem lehet statin felírás, pelenka felírás, gumiarisnya felírás felhűteni a felhőbe. Meg kell vallanom, hogy nem vagyok gyógyászati segédeszköz szakértő, vagy az egyik biztos, hogy vannak olyan gyógyszerek, amiket szakorvosi rendelés tud. Nem vagyok benne, nem tudom, hogy mi lehet az oka, hogy statint nem lehet a felhőbe küldeni. Nem tudom megmondani az okát. Pelenka, gumiharisnya, azt hiszem gyógyászati segédeszköznél még azért csehül állunk, tehát annak az ellenőrzése ott egy más logika mentén működik, de teljesen egyetértek a kérdezővel, hogy tulajdonképpen minden ellátási láncunk, minden eleme gond nélkül egy telerecept, vagy egy felhő
kiváltás lehetővé tesz. És amint mutattam, tehát olyan szintű lehetőségeink vannak az ellenőrzésre. Képzeljék el azt, hogy jó, most egyedi gráfot csinálok mondjuk a kórházi adósságállományból, de ugyanúgy, mint ahogy a bank felhív minket, és egész biztos, hogy mindannyian voltunk olyan helyzetben, hogy a bank felhívott, hogy látok egy tranzakciót, kérem, ez nem a maga szokás, és ezért tényleg maga vásárol? Igen, én vásárolok, vagy nem, nem én vásárolok, köszönöm. És ugyanígy be lehetne állítani, tehát ugyanúgy, ahogy be tudom állítani egy képen, hogy milyen szenzitivitással találja meg a normálistól eltérőt rajta, ugyanígy az adatmintázatra is be tudom állítani a normálistól eltérő figyelését. Tehát gond nélkül lehetne egy ilyen automatikus ellenőrző visszajelzést küldeni a felíró orvosnak is. Igen, azt tudom, igen, erre kéne nagyon odafigyelni, hogy az orvos és a beteg munkáját, hozzáférését, könnyítő megoldásokat építsünk rá, az egyébként óriási rendszer. Tehát gondoljunk bele, hogy nem országos telerecept rendszer működik, és nem omlott össze a gyógyszerellátás rendszere a járvány alatt. Ez egy óriási eredmény, hogy ez van. És tudja az orvos követni, hogy kiváltotta a betege a gyógyszert. És tudja az, ugyanez jönnek majd az állapotkövető támogató rendszere. 3-5-7-10 éven belül. Nem tudom, próbálom nézni. Az utolsó kérdés úgy, hogy lehetne a tumoros beteg útjait csökkenteni? Igen. Igen, egyértelmű. Igen, sőt. Tehát a genomika jellemzésekre már most predikció és prognózis építhető. A terápiás célzásnak a valószínűségét lehet javítani. Lehet gyorsítani, ugye a patológiai automatáról beszéltem. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogy sokszor, és be kell vannom, hogy volt olyan kórház 2011-12-ben, ahol nem volt főállású radiológus, és nem volt főállású patológus, mégis embriótumort műtötte. Na most az igazság, hogy ha a molekulár patológiai kapacitások, azok szegények mindenütt. De hogyha egy telepatológiai rendszeren, vagy akár egy telepített rendszeren a diagnosztikai algoritmusok futnak, és segítik a helyi patológusnak a döntését, vagy a konzultáció lehetőségét biztosítják, akkor önök is értik, hogy ez hihetetlenül felgyorsítaná a terápiás folyamatot. Hogy az orvosok mennyire nyitottak az új technológiák használatára. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy most vagyunk a 8. kórház után, a 9. a járvány miatt el kellett halasztanunk, de 9 kórházban jártunk, és végigmutattuk, ennyi mindent nem, de végigmutattuk a mesterséges intelligenciát és a vezető információrendszereket. Az egyik kórházban a kardiológus kollega föltett, hogy elnézést, akkor én tulajdonképpen az én munkámat értékelő mutatókat tulajdonképpen meg tudnám kapni visszajelzéssel élő módon. Igen, a kórházi információrendszerekben van olyan adat már most is, aminek az alapján visszajelzést tudunk adni a különböző klinikai szakmák számára a munkájuk minőségéről, hatékonyságáról. Tehát az igazság, hogyha látják így és értelmesen elmagyarázzák nekik, megnyílnak. Ugyanakkor ezért is írtam, hogy vannak neoludviták, találkoztunk olyannal is, aki megkérte a mesterséges intelligencia fejlesztőt, hogy nagyon jó, nagyon érdekes, az egészségügyet hagyják békén. Tehát én meg azt gondolom, és ez a világ is ezt igazolja vissza, a mesterséges intelligencia alkalmazások 75%-a egészségügyre fókuszál. Úgyhogy az egészségügy egy primér területe a mesterséges intelligenciának. Van egy kérdés, hogy családorvosi szintre mennyi jut el ezekből az adatokból levonható logikus vagy hatékony betegút vezérléshez jelenleg. Be kell vallanom, hogy az én időmben kidolgozott EST specifikációnak
része volt az, hogy a háziorvos visszajelzéseket kapjon a betegéről. És vagy akár egy példát hadd mondjak. Egy izraeli kollega, ugye sokan adatbányázták a betegeket, és azt találták, hogy egy négyes komorbiditási együttállás esetén azok a betegek, vagy azok a paciensek, akik be voltak oltva pneumokokkusz vakcinával, átlagban 5 évvel tovább éltek. Na most az ilyen típusú bizonyíték alapú megoldások, ha egy országnak egy egységes információrendszere van, az közvetlenül kiköthető a háziorvos számítógépére. És amikor azzal a beteggel kezd el foglalkozni, éppen beesik hozzá a rendelőjébe egy adott panasszal, vagy egy rendszeres kontrollra megérkezik, és akkor jön egy üzenet, hogy ez a beteget ennek a négyes komorbiditásnak az együttesétől szenved, és nincs beoltva pneumokokkusz ellen, akkor innentől kezdve a háziorvos tud neki adni néhány egészségben eltöltött életéveket, csökkenteni tudja egy kórházi kezelés mentén a kockázatát. Tehát az az igazság, hogy a háziorvoshoz jelenleg kevesebb jut el, mint ami már jelenleg is eljuthatna. Tehát egy ilyen gyakorlati példát hoztam, de például tehát a vakcináció tekintetében azt már mondani sem merem, hogy a fiam, aki mérnök informatikusként pont ezen a területen kezdett el dolgozni, a feleségemnek az ő OEP tábláiból lefejlesztett egy olyan vezető információrendszert, amiből a feleségem tudta követni, hogy a különböző korcsoportok mentén milyen százalékban áll az átoltottság, kit mivel oltott, stb. Tehát ez a része pedig, hogy a betegeim hogy állnak az első, második, harmadik oltás felvételével, kik azok a betegeim, akik 4-6 hónapja kapták az oltást, ennek a jelzőrendszernek a fejlesztése, azt tudom mondani önöknek, hogy ha engem és mondjuk 5 emberemet ráengednének erre, 1 hónap alatt végeznénk vele. Ja, és az 5 emberből az egyik a fiam lenne, aki BSC-n már végzett, de csak MSC. És azt csak viccben mondom el, hogy nem tudták exportálni a feleségemmel a beteg listáját az ő háziorvosi információ rendszeréből, ezért a fiam úgy döntött, hogy a mobiltelefonjával lefotózza, így a képernyőfotókat csinált, hogy a feleségem legörgette a képernyőn a listát, majd mesterséges intelligenciával összeállított neki egy Excel táblázatot, és ezeket ott láttam, amiközben a feleségem hajnaltól éjszakáig szervezte a betegeit, a fiam lefejlesztette neki ezt a vezető információrendszert, ahol gomnyomásra telefonált, hívta fel azt, aki a listára még nem jött hozzá. Jó, tehát azt tudom mondani, hogy jóval kevesebb jut el a háziorvoshoz, mint ami eljuthatna. Az orvosok nyitottak, igen, erről beszéltünk. Az az igazság, hogy úgy lehetne az ő nyitottságukat fokozni, hogy az előbb által példaként említett alkalmazásokat a kezükbe adjuk. A feleségem példáját hadd hozzam, aki szegény olyan lesz, mint Kalambó felesége. Emlékszem, amikor 17 novemberben bevezették az ESZT-t, és a karácsonyi ebéd, vagy karácsonyi vacsorán így belenézett a tányered, hogy ő nem tudja, hogy ki az az ember, aki őt mindenféle ilyen távoli rendszerekbe való belépésre kényszeríti. Természetesen rám gondolt, mert azt tudta az ESZT-hez fűződő alapítói vonzódásomat, de aztán ő nem szokott ilyenért bocsánatot kérni, hogy igazad van, Mikloskám, hanem februárban azt mondta, hogy na most kezdem élvezni az ESZT-t, mert látom, hogy a betegem kiváltotta a gyógyszerét, és vagy elmente a vizsgálatra, és vagy a kórházban mi történt vele. Tehát, hogyha az orvos számára is értelmezhető funkciókat adunk vissza az adatokból, meg az adminisztratív munkából, akkor többet fog akarni. Van-e statisztikai adat arra, hogy milyen százalékban küld fals adatot? Lehet ilyet csinálni. Egy javító algoritmus, igen, lehet ilyet csinálni. Könnyedén. És gond nélkül meg lehetne oldani, hogy visszajelezzünk.
Hát miért küldözgetik a beteget egy vérvétel miatt a szakados és házi orvos? Hát igen, ez részben együttműködés, részben a beteg út egyértelművé tétele. Ez, na most ez úgy tűnik, hogy elég idősek a mai magyar háziorvosi rendszerben dolgozó orvosok, hogy tudják majd kezelni mesterséges intelligencia rendszereket. Az egyik jó hírem, hogy nekik ezt nem feltétlenül kell kezelni, hanem a mesterséges intelligencia rendszereket az országos diagnosztikai adattárháza vagy a háziorvosi információ rendszerekre lehet ráépíteni, és tulajdonképpen észrevétlenül, tehát ugyanúgy, ahogy a számítógépen egy új menüpont volt az EST, ugyanígy tulajdonképpen ilyen üzenetek formájában jelenik ez majd meg, ergonomikus formában. Ami ennél jóval nagyobb probléma, hogy sokszor ahhoz, hogy döntéstámogatást tudjunk csinálni, ahhoz rengeteg viselhető eszközre, vagy rengeteg otthoni diagnosztikai eszközre van szó. Erről van szükség. És az egy nagyon nagy kérdés, hogy kitanítja be, mondjuk, ugye, hogyha tömegessé válik nagy Isten szöveti vércukormérőnek, ez a diabetes támogató alkalmaz, vagy a diabeteszel életet támogató alkalmazásoknak a használata tömegessé válik, akkor egyértelmű, hogy például a diabetes az alapellátási feladat lesz a diabetes gondozása, kezelése, támogatása. Tehát inkább azzal lesz gond, hogy a digitális egészségügy nyújtotta eszközök, adatkapcsolatok, adatbázisok használata, betanítása, ez egy komoly kérdés lesz. Itt valószínűleg a házi orvosi, az idősebb házi orvosi generáció és az asszisztenciának az együttműködésére van szükség. De az igazság, hogy ezek a digitális ellátási modellek, ezek újra fogják értelmezni orvos-orvos, beteg-orvos, szakorvos, házi-orvos, szakorvos-asszisztens, orvos-beteg, asszisztens-beteg kapcsolatokat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, hogy elfogadjuk és használjuk a technológiákat. Van egy-két ilyen nevezete, ezért beszélek sokat a diabeteszről, mert ez is egy viszonylag hamar jelentkező digitális ellátási modell lesz, vagy mondjuk pacemaker, szívritmus zavarok, tehát néhány ilyen nevezetes terület van, ahol ez gyorsabban le fog zajlani, és akkor annak a gyakorlatából meg fogjuk ismerni, hozzászokunk, gyakorlatunk lesz. Hát ki gondolta volna 3 évvel ezelőtt, hogy telerecept lesz? Tehát ez egy szentségtörés volt a beteggel való találkozó nélkül felírni, és mostanra pedig már a házi orvos asszisztense pedig ki kellett dolgozzanak betegkövető módszertanokat, ellenőrző telefonokat, kommunikációs csatornákat, hogy megnyugodjanak abban, hogy eljutott a gyógyszer, szedi, mellékhatás nincs, stb. Tehát a járvány egy ilyen kreatív rombolással járt, és a korábbi meggyőződéseket átalakította. Kérdés, hogy a magánegészség és állami egészségügy adatai összefutnak. Igen, én úgy tudom, hogy mostanra már kötelező jelenteni a magánegészségügyből és az EST-ben. Nyilvánvaló, hogy ez egy korlátosabb adattartalom, de például már az én időmben is volt egy kötelezettség, hogy jelenteni kellett volna, aztán ez sose következett be, a szűrési jelleggel végzett méhnyak szűréseket a nőgyógyászati, magánnőgyászati gyakorlatban. Ez ugye azért volt akkor egy égető szükségszerűség, mert bár egyre nagyobb számban, tehát nem lehetett rátekinteni, hogy milyen nagy számban és egyre növekvő számban magánellátásban végezték az ilyen jellegű szűrés, és ennek a minőségbiztosítása nem volt egyértelmű. Úgyhogy ez egy régi terv és egy régi gondolat. Miklós, ha szabad megszólalnom, nagyon-nagyon szépen köszönjük, most már 4:18, úgyhogy abban maradtunk, hogy 4:18 után már nem kérdezzük. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket, pihenést kívánok, és február elején újra indul a kurzus, immár a 6. A program lassan kialakult, én mindenkinek a figyelmét felhívom, újra jelentkezzenek. Azt kérem nagy tisztelettel, hogy
aki jelentkezik, az vegyen részt a kurzuson. Meg kell mondanom, hogy 1300-an jelentkeztek. 1300 belépőre számítottunk, és a mai alkalommal is hát 300 körül volt a hallgatói létszám. Tehát aki belép, ez is nagyon nagy szám, és nagyon boldogok vagyunk. De akkor egy sokkal olcsóbb megoldást tudunk választani az egyetem szempontjából. Nem közömbös, hogy a Zoom-ot 500 személyre vagy 1000 személyre béreli béreljük, de hát arra kérem, gondolják át, és ha jelentkeznek, akkor legyenek velünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Szocska professzor úrnak ezt az előadást. Hát öröm hallgatni, olyan új dimenziók, olyan perspektíva nyílik, hogy sajnálom, hogy én már ezt csak a partvonalról nézem a korom miatt, de szurkolok, nagyon szurkolok, és amit tudok, én is részt veszek ebben. Mert az ünnepek után azt a korábbi, a levelet kapcsán, a ünnepek után meg is beszéljük azt a szakmai vonalat, úgyhogy ha te így gondolod, akkor én visszarángatlak egy kicsit ebben. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és mindenkinek boldog ünnepeket kívánok, és jó pihenést, és variánsoktól mentes, és globulinokban gazdag ünnepeket. Azt hiszem, ez így korszerű. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó éjszakát kívánok. Viszontlátásra mindenkinek. Köszönöm szépen.